mai reggelim. Régi nagy kedvencem, bár most ez most új ízbe próbálom ki. Ez füstölt lazac, lemon és pörsli, ez citrom és petrezselyem borítással. Hát meglátjuk milyen, nem tudom. Nem tudom milyen. Ezek a fehér bigyók rajta lehet a citrom darabot, nem tudom, hogy milyen lesz. Meglátjuk. Igen, erős citrom illata van. Kiváló. Kiváló. Ez olyan... Húha! Ebben a citrommal valami hihetetlen. Gyönyörű hús. Gyönyörű. Ebben a citrommal a citromhé rajta, ezek a fehér kis bogyóság, meg petrezselyem a zöld. Isten királyság! Isten királyság! Megmondom úgy, hogy van. Régen lettem ilyen finomat. Ideglenes járdát csinálunk az Uzdalékból. Aztán később ezzel lesz. Ez ide kellene járnom. Az az igazság, hogy múlt héten egy teljesen új információval gazdagodtam. Az egyik ilyen videó megosztó portálon egy tudományos kandidátus mutatás megállapította, hogy nincs érzékem a gépkezeléshez. Most komoly önbizalom megrengető információ, nem is tudom, hogy tudom feldolgozni. Azt mondja, hogy ő már látott, volt építkezésen, dolgozott építkezésen, látott már gépkezelőt dolgozni, és hogy én úgy rángatom a kanalat, mint valami epilepsziás, és hogy azért, mert nincs érzékem ehhez a dologhoz. Hát 53 évesen ezt is meg kellett tudnom. Valószínűleg igaza van, mert miért ne lenne igaza? Nyilván. Hogy erősen elgondolkodtam rajta, hogy valami olyan tevékenység után kéne néznem, hogy ez nem kell érzék. Nem tudom, talán politikusnak kéne mennem? Esetleg. Vagy mi? Szóval... Ez egy teljesen új információ volt, és nagyon mellbe vágott, egészen frusztrált lettem tőle. Aludni se tudok éjszakánként, most már. Hát nem tudom, mi lesz. 36 éve csak ledolgoztam ebben a szakmában érzék nélkül.
kell váltanom, na. Már látom, hogy váltanom kell. Elbizonytalanodtam. Kétségeim támadtak. Magamban, a szakmában. Egész eddigi életemet át kell értékelnem. Hát nehéz ez, na. Nagyon nehéz. Megint a kisgyépbe kell dolgoznom. Hát, jó Isten, a faszát verje vele. Szedjem szét. Ezt most szedjem szét és rakjam fel autóra. Itt hagyják megkötni a maltert. Három köbméter malter meg van kötve. Nagyért nem tud idejönni, mert már le van rakva ugye a térkő. Indulgyak vele. Szedjem szét. És rakjam fel. Ez marofasza lesz. Ez marofasza lesz megint. Hogy a faszért nem tudnak ebben csinálni valamit, hogy ne hagyják megkötni, nem hiszem el. Ide basszák! Nem használják el. Megköt, de kilógyak vele. Kilógyak vele. Hát ez marra fasza lesz. Ez marra fasza lesz megint. Tudom, bazd meg, hogy a